Köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. A mai sajtótájékoztatót azért tartjuk, mert a nagy vitát kavaró atlétikai sport VB stadionja, hát bizony az a kvestornak a volt telkén épül, és ennek a körülményeiről szeretnénk tájékoztatni a közvéleményt. Először én átadom a szót Kámán Piko Istvánnak, a kvestorkárosultak képviselőjének. Megindult most egy találgatás azzal kapcsolatban, hogy hol is rendezzék meg az atlétikai VB-t, és ennek elsődleges helyszíne a Csepeltől Északra lévő Ferencvárosi terület, ami a Questor tulajdonában volt. Fontos azonban tudni, hogy ez nem egy tiszta múltú terület, ezt azután, hogy a Questor becsődölt, az állam lenyúlta, ellopta a károsultaktól. Azért beszélek arról, hogy ellopta, ugyanis olyan összeget fizetett, ami teljesen irreális, nevetséges összeg azért a telekért. 18 milliárd forintot fizetett, úgy, hogy ez egy 330 ezer négyzetméteres terület, négyzetméterenként 56 ezer forintért vette át az állam. 56 ezer forintot Budapest külterületén fizetnek rossz helyen lévő telekért. Ez egy több száz méteres Dunai partszakasszal, Dunai panorámával rendelkező telek, most mindenki arról beszél róla, hogy ez Ferencváros egyik legértékesebb telke. Mi mindig is ezt mondtuk, hogy ez Ferencváros egyik legértékesebb telke, viszont azt kívánjuk, hogyha egyszer beépítik, akkor kártalanítsák azokat, akiktől ezt lenyúlták. Nem a kvestor csőddel, hanem utána a magyar állam nyúlta le. Ezen a telken 17 milliárd forintnyi bankhitel volt, az MKB hitele. Gyakorlatilag az állam annyit tett, hogy az egyik zsebéből a másik zsebében áthelyezett egy összeget, ugyanis az MKB bankot mielőtt a mészáros féle körnek privatizálták, átvette egy követeléskezelő cég, ide került 17 milliárd forintnyi követelésállomány, és gyakorlatilag a 18 milliárd forint, amit kifizettek érte, arról van szó, hogy kifizették ezt a bankhitelt. Ez a telek azonban nem 18 milliárd forintot ért, hanem 100 milliárd föl, e, forint fölött. Tudjuk, hogy az ingatlan szakmában minden az elhelyezkedésről szól, és ez jelen pillanatban Budapest egyik legjobb helyen fekvő telke. Építésre elő van készítve, ha Cseperre e, megyünk, két fordul le a semmibe, két sáv fordul le egy e, e, lámpás kereszteződéssel, amit a Questor építetett ki, lebontatta az épületeket, ez az épület építkezésre elő van készítve, ez egy értékes telek. Azt kívánjuk, hogy a Questor károsultakat kártalanítsák, mielőtt ezt a telket beépítik. Nem azt kívánjuk, hogy ezt a telket soha ne építsék be, és Ferencváros legértékesebb telke ott maradjon beépítetlenül. Nem ellenezzük a sportszerű hasznosítást sem, egyszerűen csak annyit kívánunk, hogy ne legyen az a helyzet, mint más illiberális demokráciákban. Emlékszünk, hogy a szociolimpiát Olimpiát is lopott telken építették be, az atlétikai VB-t ne lopott telken rendezzék meg. Köszönöm. Igazából a mai sajtótájékoztató arról is szól, hogy a Fidesznek annak milyen torz gazdaságpolitikája van, és ennek a legtöbb eleme arról szól, hogy elveszik az embereknek a pénzét, és hogyan játszák azt át az oligarcháiknak. És erre több példát is látunk, de itt van egy élő példa. Öt éve a Questor ügyben eltűnt kb. 32 ezer károsultnak, Mindösszesen nagyjából 220 milliárd forintja, és itt hat alá 5 éve Öt éve nincsen felelőse annak, hogy eltűnt 220 milliárd forint. Több mint 20 ezer ember a mai napig bottal üti a pénzének a nyomát. Annak a pénznek, amit megkeresett, annak a pénzének, amit megtakarított, és betett egy olyan cégbe, amilyen bízott. Majd bízott a magyar államban is, és abban is bízott, hogy a magyar állam kártalanítja. A magyar állam úgy kártalanította a károsultakat, a questornak a károsultjait, hogy lenyúlták ezt a 100 milliárdos telket, ha úgy tetszik, akkor az egy ért, és ugye ennek a mai aktualitása pedig az, hogy az atlétikai világbajnokságnak itt épülne meg a stadionja. A valóság az, és a sportszerető emberként is mondom, hogy ez az ügylet, ez a legkevésbé szól a sportról, és ezt jobb, hogyha mindenki látja. Legkevésbé szól a sportról, ez egész egyszerűen hatalmas pénzösszegekről 10 100 milliárdokról szól, és megint arról szól, hogy elvették a kisembereknek a megkeresett pénzét, elvették a károsultaknak a pénzét, és most az oda fog kerülni valamelyik kormányközeli oligarchához, aki megint beton tönthet majd ezen a területen. Ez egy végtelenül torz gazdaságpolitika. Láthattuk ezt már a magánnyugdíjpénztáraknak az elpárolgott 3000 milliárdjánál, Láthattuk ezt a földmutyinál, a trafikmutyinál, láthatjuk a brókerbotrányok káros útjainál, vagy a devizahitelnél, ahol valahol az emberek mindenhol rosszul járnak, mindenképpen rosszul járnak az emberek, és valahol mindig a kormány közelében pedig lecsapódnak 10-100 milliárdok, akár a devizahitelnél az átváltás során 300 milliárd forint a jegybankban, Akár a brokerbotrányoknál a 220 milliárd forintos eltűnt pénzből egy 100 milliárdos terek, telek átkerül a magyar államnak a tulajdonába, és ott most majd nyilvánvalóan kormány közeli oligarchák pedig majd uh, építkezhetnek. Országgyűlési képviselőként én azt tudom tenni, hogy egyfelől, ami a kötelességem, hogy felhívom ezekre a figyelmet, és természetesen a kormány tagjaihoz, Írásbeli kérdéssel fogok fordulni, hogy hogyan kívánják ezt az igazságtalanságot megszüntetni, hogyan kívánják kártalanítani a questor káros útjait, illetve a jegybankot eh, fogom még megkeresni azzal, hogy ismerjék el a felelősségüket. Hiszen a jegybank elsődleges felelősségét mindig is mondtuk, hogy meg kell állapítani, a jegybank nem járt el kellő körültekintéssel, a Magyar Nemzeti Banknak kellett volna, hogy megvédje azoknak az embereknek a megtakarításait, akik akár egy egész életen át, gyűjtöttek és azt elhelyezték abba a cégbe, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felügyelt. Mi innen látjuk ennek az ügynek a megoldhatóságát, és az újabb aktualitását pedig az adja, hogy itt lenne az atlétikai világbajnokságnak a stadionja, és arra kellett felhívni a figyelmet minden egyes sport szerető embernek, rajtam keresztül is, hogy ez az ügylet, ez legkevésbé a sportról szól, ez a pénzről szól, meg a mészároség gazdagodásáról szól. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.